polgármesteri tájékoztató következik, hiszen képviselőtestület bizonyára sokan tudják és hallottak róla már, illetve hát korábban a tájékoztatást megadta a képviselőtestület felé, hogy augusztus 31-ével közös megegyezéssel megszüntettük a jó viszonyunkat dr. Lazamandittal. A jogszabály alapján pályázatot kérünk a jegyzői pozícióra. A pályázat elbírálásáig dr. Veres Anikó aljegyzőasszony bízta meg a jegyzői feladatok ellátásával, tehát jelenleg ő látja el a jegyzői feladatokat, és aljegyzőnek pedig dr. Spigler Tamást neveztem ki, szintén ideiglenes jelleggel, tehát megbízott aljegyzőként tevékenykedik. Augusztus 11 és 12-én a önkormányzat és a Német Nemzetiségű Önkormányzat megrendezte a sorossági búcsút. Augusztus 20-a tiszteletére 19-én egy nagysikerű koncertet élvezhetett a közönség, a népszerű Rotlergennák fellépéssel a Hősök terén. Szeptember 8-án önkormányzatunk színes programokkal megrendezte most hétvégén az újteleti nyárbúcsúztató családi napot. Szeptember 20-a és 23-a között kerül megrendelésre a soroksági napok rendezvénysorozat. 20-án a galériában lesz a megnyitó, Mayer Éva művésznek a kiállítás megnyitója. 21-én 17 órától a Táncsisművelődés Diszkisi Házban lesz a díszelőadás. Soroksár díszpolgári címét és érdemérmeket fogunk átadni. Az év kerületi polgármestere és sportkitüntetések is átadásra kerülnek. 19 órától pedig a Hősök terén egy előzenekarral, és ezt követően pedig a Bombon együttes ad majd koncertet. 22-én a soroksári sportcsarnokban, 10 volt sporttarnokban, és a sportcsarnok előtt 10 órától lesz a buciputás, illetve a mozdulj soroksár sportrendezvény a Decathlon áruházás és a bucitégség támogatásával. 22-én szintén 16 órától, ez még kérdéses, 15 órától, igen, mert ez kérdéses volt, előbb kellett hozni, 15 órától kezdődik a születi felvonulás. Ez Orbánhegyről a Lidl-vel szembeni parkolót, a Hunyadi utca végénél onnan fog indulni a menet, amit a Német Nemzetiségű Önkormányzat szervez. És a Hősök terén lesz a rendezvény, a Molnár sziget tekintettel arra, hogy építési terület nem tudjuk ott rendezni. Itt lesz a Hősök terén a templom mögött, ott lesz a sátor felállítva, úgy lesz megoldva maga a rendezvény. 23-án pedig délelőtt először a Kőprébánián, itt a Hősök terén lesz egy mise, és ezt követően a házasságkötelekben az 50 éves házassági évfordulóknak, a 50-60 éves házassági évfordulóknak. Kondor Péter, a Dél-Pesti Evangélikus Egyházkerület újonnan megválasztott püspöke tájékoztatott arról, hogy Győri János Sámuel evangélikus lelkész 2018. szeptember 1-jével áthelyezték a Pestimrei Evangélikus Gyülekezet plantálására. A soroksári szolgálatot ezen túl Blatnicki János és Ittvese Blatnicki-né Hammersberg Gánstück Júlia veszi át. Kicsit bonyolult a neve, de egyszerűbb, hogy egyszerűbb lett volna, hogy mondom, hogy Ittvese. Az állami számvevőszék utóellenőrzést folytatott le a vagyonkezelési osztályunkon, rendellenességet, hibát nem találtak, a működésükkel kapcsolatosan dicséretet kaptunk, és semmiféle javaslatot nem tettek. A szociális osztályunk felhívást tett közzé a téli rezsicsökkentés korábbi intézkedéseiben nem részesült a háztartások részére. Egyszerű természetbeli támogatásban részesülnek azok, akik korábban nem részesültek. A támogatás összegében nem számít bele, de nem tervezi a szállítási és darabolási költségeket. Háztartásonként egy igény bejelentő nyilatkozatot kell kitölteni, és ezt október 15-ig kell benyújtani a szociális osztályra. A egyéb részletekről, mert vannak még egyéb részletek is, a szociális osztályon tájékoztatottaknak is a bizottsága is jelentetni ezeket az egyéb feltételeket.
Szúnyogírtás az elmúlt két hónapban 8 alkalommal történt a kerületben, 5 esetben földi kémiai írtás és 3 esetben légi szúnyogírtás. Hozzá nem jött mostanában, illetve a nyár folyamán is nagyon kevés bejelentés érkezett a szúnyogokkal kapcsolatosan. Nyár elején voltak még bejelentések, de ezt követően megoldottak ezek a problémák, úgy néz ki. A hatályos jogszabályok értelmében 3 évente egy alkalommal a jegyzőasszony köteles ebőszigrást tartani. Erre kimentek a nyomtatványok, mindenhol meghirdettük a jogszabályoknak megfelelően. A bejelentés határideje október 31. Hát finoman fogalmazok, ha azt mondom, hogy a soroksági lakosok kevésbé figyelnek erre, vagy kevésbé törődnek, mert összesen 200 darab nyomtatvány érkezett vissza. Én kizártnak tartom, így Soroksáron szerintem ennek az ötszöröse van legalább kutya, úgyhogy ez nagyon komoly gondokat okoz, mert ez azt jelenti, hogy ha nem jelöli vissza és nem jelzi, az sem biztos, hogy csittelve vannak azok a kutyák. Tehát ez itt összefügg majd azzal az önkormányzati felajánlással, hogy ingyenesen biztosítunk azokat. Az ivartalanítási programmal kapcsolatban tájékoztatom a testületet, hogy a két állapotossal megkötöttük a szerződést. Augusztus hónapban 39 igény bejelentkezés érkezett, ebből 31 és 9 darab macska, úgy szép lassan indul, de nagyon lassan. Tehát ez még nagyon kevés. Rákcsálóirtással kapcsolatosan több kérdés merült fel, mert nem tudják, hogy a cég már nem a Bábornak készíti, hanem az RNDH konzorcium, akik telefonon is és e-mail útján is várják a bejelentéseket. Egyrészt megvan a telefonszám, az 0673646531, az e-mail az pedig patkányirtásbudapest@gmail.com. Ezt meg fogjuk jelentetni az újságban, meg honlapon, meg mindenhol, hogy tudják, hogy természetesen a patkányírtás ugyanúgy ingyenes a lakosság számára, mint ahogy eddig volt. Tájékoztatom a képviselőtestületet, hogy nagy sikerrel lezárult a nyári napközis tábor. Ezt, mint ahogy tudják, nem önkormányzati kötelező feladat, ezt az önkormányzat önként dolgozva végzi. Ez olyan, hát mennyi, 15 millió körül van? Durván olyan 15 millió forint kiadást plusz jelent nekünk, nem nekünk kéne csinálni. A Mixát iskolában volt ez idén megoldva 9 héten keresztül. Nagyon tartalmas időtöltést biztosítottunk a gyermekeknek. Próbáltuk egy picit eldenni az élét annak, hogy az egész évben iskolában jár a gyerek, és még nyáron is ott kell összegyűlniük. Ezért különböző kirándulások voltak, mozilátogatások, vadasportlátogatás, tropikárium, múzeumlátogatás, sportverensenyek, kézműves foglalkozások, vetélkedő, hogy nem mondjam. Az érkeztetés nagyon változatos volt és jó színvonalú, és hát az önkormányzati támogatásnak köszönhetően még kiegészítettük ezt állandó jelleggel, édességgel, jégkrémmel, dinnyével, műzlivel, üdítőitallal, plusz folyadékot biztosítottunk mindig, minden egyes kirándulásra a gyermekeknek. Tehát nagyon jó volt. A pedagógusok nagyon odafigyeltek, nagyon lelkesen végezték, és tájékoztatom a testületet, hogy természetesen megemeltük a tiszteletdíjukat. Azt hiszem most 10.000 forintot kaptak, ugye? Naponta 10.000 forintot kaptak ezért az ellátásért. A nyári szünidőben 45 napon keresztül biztosítottuk a hátrányos helyzetű gyermekek részére az érkeztetést, tehát aki hátrányos helyzetű volt és nem volt napköziben, nem iratták be annak, azoknak pluszban biztosítottuk ezt előre csomagolt élelmiszerek formájában, és ezt a szociális és gyámügyi intézménnyel, a családsegítő és gyámügyi intézménnyel tudták felvenni. Megkezdődött az oktatás, tudjuk, hogy már nem hozzánk tartozik, de a testület döntésének megfelelően erre az új tanévre ugyanúgy ingyenes fizetcsomagot biztosítottunk minden gyermeknek. Ez netto 4 millió forint értékben, tehát netto 4 millió forintot kerülsz az ÁPA. Nekünk sajnos az ÁPA-t fizetni kell, tehát nem tudjuk visszaigényelni, és ezt ki is osztották már a gyermekeknek. Én úgy gondolom, hogy az önkormányzat nagyon gáláns és nagyon jól ellátja azzal együtt az iskolásait, hogy nem hozzánk tartozik ez a feladat.
Mély építéssel kapcsolatos tájékoztató, gyalogjárt a felújítási és javítási munkálatok folyamatban vannak, még mindig és most is. Sorolnám az utcákat, ahol megcsináltuk, Sámpa utca, Szapári utca, Láva utca, Hunyadi utca, Kelet utca, Tengerlice utca, Vitéz utca, Majosház utca. Elkészült a Lóállás utcában a szikasztó műtárgy felújítása és javítása, a Stefáni utcai burkolat felújítása megkezdődött, gyakorlatilag még folyamatban van, de már csak akkor kisebb munkák vannak hátra. A csapadékvíz elvezetését biztosító nyíltáró felújítása is folyamatban van. Sajnálatos módon volt egy iszmajor akkor, amikor ez a hatalmas nagy esőzés volt, akkor azért ott nem tudta elvezetni a vizet. Én szeretném megköszönni Vizár képviselő úrnak, hogy nagyon sokat segített nekünk ebben az ügyben. Azt is, hogy éjjel 11-kor hívott telefonon, de tényleg így van. Hát ő nagyon sokat segített ebben az ügyben. Hát én meg a kollégákat hívtam, úgyhogy sajnálatos módon, de hát megoldottuk. Aztán észrevették, hogy egy zsalú eltömíti az átfolyót, azt kiszedték, de másnap már reggel 7 órakor kint voltak az emberek, és már ott helyreállításokat végeztek. A budapesti víz és közvilágító, a BDK tájékoztatott a hivatalunkat, hogy a 2018 évi bűnmegelőzési program keretén belül támogatja a kerületet. A Kelep utca végében és a Gömbkötő utcában valósítja meg a hiányzó közvilágítási oszlopot és a lámpatestek cseréjét. A Kelep utcában 6 darab oszlopot és 6 lámpatestet, a Gömbkötő utcában pedig 8 oszlopot és 8 lámpatestet fog elhelyezni. Természetesen a saját beruházásunkat csináljuk, az azért az 10 milliós nagyságrendet meghaladó beruházás lesz, amit mi ilyen elektromos áram fejlesztéssel végezni fogunk. Elkészült a Csendes utcai támfasz átépítés és javítása szintén. Adóhatósági ügyek, lezártuk az első fél éve, lekopogom jól, úgyhogy dicséret illeti az osztályt. Építmény adóban 49,82%-a teljesült a bevételünk, ez 730,4 millió forintot jelent. Telekadóban 52,53%, ez 299,3 millió forintot. Gépjárműadóban 53,96%, ez 88,5 millió forintot jelent. Talajterhelési díj szintén 51%-ra teljesült, 7 millió forintból 3,6 millió forint jött be. 35 fő tartozik sajnos nagyon komoly összeggel, ez több mint 10 millió forint ennek a 35 főnek, akik egyszerűen nem hajlandóak se bevallást leadni, és nem hajlandóak semmit lépni az ügyben, úgyhogy itt valószínűleg feresítés fog elindulni ezekre a ingatlanokra. A pótlék az 5 millió forintot terveztünk, ebből 3,8 millió forint jött be. A bírság és egyéb bevételek aránya viszont alul teljesült, csak 36,6% 4 millió forintos bevételt jelentett. Ennyi lett volna a tájékoztató. Évekkel ezelőtt indították útjára a Molnár-szigeti volt napközis tábor fejlesztését, vagyis inkább újragondolását Soroksáron. A projektet több ütemben végzik el. 2014 óta rengeteg minden változott a ma már tündérkertként is emlegetett területen. Az idei évben például egy 400 méteres futópályát hoznak létre, de ami talán a legszembetűnőbb jelenleg az az, hogy a tér közepéről eltűnt a hosszú évek óta romos állapotban lévő színpad. A részletekről Orbán Gyöngyi mesélt, hiszen köztudott, ő az, aki folyamatosan figyelemmel kíséri a munkálatokat, mivel, mint elmondta, neki a tündérkert a szívügyévé vált. Egy újabb mérföldkőhöz érkeztünk a tündérkert felújításával kapcsolatban, illetve bővítésével kapcsolatban, amit már többször elmondtam, hogy a főváros jóvoltában a térközpályázaton többször is nyertünk, és gyakorlatilag ennek a köszönhető itt a teljes rehabilitációjának a területnek. Most hál' Istennek eljutottunk arra a pontra, hogy mindamellett, hogy áramfejlesztés is folyt a
területen, hiszen később rendezvények számára biztosítani kell az áramot. Ez nem egy látható, nem egy látványos beruházás, viszont nagyon fontos volt. Ez volt az első lépés annak érdekében, hogy el tudjuk kezdeni a harmadik ütemet, amelyben nem csak ez az áramfejlesztés, hanem gyakorlatilag a futópálya megépítése is megtörténik. Mindemellett majd látni fogják az idejárók, és remélem, hogy egyre többen lesznek, hogy egy újabb zöldítésnek nézeli a terület, illetve a megmaradt betonkerítés és a balra lévő területen lévő akármilyen kerítés, ami most még létezik, az szintén bontásra kerül, és ugyanolyan szép zöld és áttetsző, átlátható kerítést tudunk majd ide kihelyezni, tehát egy egységes arculatot tud majd mutatni ez az adott terület. A futópályáról csak annyit mondanék, hogy egy szabványméretű futópálya szélességét illetőleg, tehát gyakorlatilag 1 méter 20 centi, amin kényelmesen elférnek a futók. Értelemszerűen a 3-4 méteres futópályát megvalósítani az egy nagyon-nagyon nehéz. Az már egy olyan sportközpont, ahol atlétikai viadalokat is szoktak vívni, tehát a Margit-szigeten többek között több szakaszon ugyanilyen szélességű futópályát találunk. Én úgy gondolom, hogy mindenki örömére a fitnessgépek mellett ez is egy újabb szolgáltatás lesz a lakosság számára, és egyre többen fogják használni. Úgy egyedülállóak, mint családosok, hiszen minden mellett hátam mögött látható, hogy gyerekjátszóteret is építettünk itt évekkel ezelőtt, illetve hát itt van a kamaszjátszótér, a pingpongasztalok, a multifunkciós sportpálya. Szeretném kihangsúlyozni, hogy mindenképpen fontosnak tartjuk azt, hogy az elpusztuló félben lévő fákat is valamilyen úton, amit lehet, azt menteni, de ami olyan állapotban van, azt muszáj kivágni, mert életveszélyessé válhat. Ráadásul nagyon sok olyan fa volt itt a területen, ami allergén, tehát a nyárfa, amelyik gyakorlatilag nagyon veszélyes sok ember számára. Ennek következménye az, hogy egyre több és egyre jobb minőségű és a területet jól elviselő, a víz minőséget elviselő fafajtákat ültetünk ki, tehát mindenképpen a környezetvédelmi szempontokat is figyelembe véve, és az esztetikai szempontokat figyelembe véve szeretnénk a területet fejleszteni. A másik nagy dolog, ami szerintem már nagyon idő arányosan fontos volt, mert, és azért mondom az időarányt, mert már nagyon-nagyon régóta létezett ez a bizonyos építmény, hát a színpadról beszélek, amit most a vágóképekben, vagy esetleg a fotókon majd látni lehet, hogy elbontásra került. Ez is lehet mondani azt, hogy már nagyon-nagyon régi és volt, és gyakorlatilag még használható volt, de egyáltalán nem volt biztonságos. Az egységes teret meg is törte. Ennek eredményeképpen a testület döntése alapján, illetve a rehabilitáció kapcsán ezt a színpadot elbontottuk, és bármilyen rendezvény lesz, azt ugyanúgy, mint más területeken mobil színpaddal fogjuk megoldani. Ami még nagyon fontos, hogy az északi részen, tehát a futópálya mögötti részen meg fog épülni egy vizes blokk, tehát nem csak ez az egyedüli egy vizes blokk fog működni, ami a tündérkert épületében, tehát gyakorlatilag a csárda épületében van, hanem lényeges, tehát modern kivitelezésben úgy fiatalok, ugye a gyermekek számára és a nők és férfiak számára természetesen külön illemhelyeket fogunk kiépíteni, és a mozgáskorlátozottak számára is. Egyúttal egyébként ott egy öltöző is biztosítva lesz, hogy ha rendezvények lesznek, akkor ez használható legyen. Még egy információ, hogy ezelőtt 2 héttel körülbelül sikerült beadni a Fővárosi Önkormányzatba azt a pályázatot, ami a 4. ütemet jelenteni. Amennyiben megnyílik ismételten a térkeret, akkor mindenképpen az önkormányzat pályázni szeretne, és akkor már a déli részét tudjuk felújítani, egy nagyon korszerű kalandparkot, ami talán egyedülálló Magyarországon terveztünk, nyilván attól függ, hogy mennyi pénzt nyerünk, és mennyit tudunk mi hozzátenni, és egy vízes játszóteret, illetve gyerekeknek még olyan eszközöket, kis szaletliket kihelyezni, egyébként most már ebbe a projektbe az is lesz szaletli, tűzrakóhelyeket szeretnénk készíteni, tehát otthonossá, családiassá varázsolni az egészet, és pont most a testületi ülésen döntött a testület arról, hogy
Ez most már szerintem csak tavasszal fog megvalósulni, hogy mivel ilyen nagy melegek vannak, a játszótér minden és a fitness eszközök fölé szeretnénk vitorlákat, napvitorlákat elhelyezni, ugyanúgy, mint ami a homokozó fölött van. Ezt úgy képzeljük, hogy akkor ilyen színes, háromszögű, tehát mindenképpen védje az itt szórakozókat és itt játszókat, illetve itt sportolókat a naptól. Körülbelül mekkora összegből valósultak meg az eddigi ütemek munkálatai, és a negyedik ütem vajon attól függően, hogy mennyit kapunk rá, mennyiből fog megvalósulni, mekkora volt ezekből az önrész? Az első ütemben elég csekély volt az önrész, ez folyamatosan azért növekszik, de nem egy olyan, tehát maximum a 20-30% az, amit mondhatom úgy, hogy az önkormányzat áll. Természetesen voltak itt olyan elemek, ami az önkormányzat beruházásában valósult meg, tehát mégis csak a miénk, és azért mi is szeretnénk hozzájárulni és szépíteni. Hát mi 100 milliós nagyságrendről beszélünk. Most például ez a harmadik ütem, 100 millió forintot nyertünk a fővárostól, ehhez tesszük mi hozzá az önrészünket. Most egy kicsit eleresztettük, akkor 250 millióra pályáztunk, nyertünk 100-at. Most azért ez a beruházás, amit a negyedik ütemben szeretnénk megcsinálni, az egy vaskosabb beruházás. Megint csak azt tudom mondani, attól függ, mennyi pénzt nyerünk. Ehhez csatolódóan még elmondanám, hogy a távlati terv az, hogy amennyiben itt a Molnár utca megnyílik a hátam mögötti részen, akkor értelemszerűen a Dunaparti szakasz az felszabadul, és akkor már egy teljesen nyitott, akár a vízügyel együttműködve, a nádat ritkítva egy szép sétányt tudunk kialakítani padokkal, tehát egy egységes területet még a közterületen is ki tudunk alakítani. Nagyon szép tervekről beszél nekünk. Várhatóan mikor vehetik birtokba ezt a soroksáriak? Hát a futópályát azt elvileg szeptember végére, október elejére szeretnénk befejezni, de hát természetesen a probléma az, hogy az engedélyeket nem kaptuk meg, ezért csúszott a beruházás, például a vizes blokk elkészítésére, most már megvan, tehát tudjuk csinálni, de hát ha minden kötél szakad, akkor azt tudom mondani, hogy télen nyilván sokan nem fogják használni, bár vannak olyanok, akik télen is futnak, viszont a tavasszal már ez a blokk is használható lesz, és ugyanúgy a zöldítés, fásítás és a kerítés csere meg fog valósulni, tehát teljesen más képet fog mutatni most már itt az északi rész is. És akkor beszélhetünk arról is, hogy a jövőbeni programok, amik itt fognak megvalósulni, egy sokkal színesebb területen fognak megvalósulni, és senkit nem fog zavarni az, hogy mennyire tele és élettel teli lett ez a hely. Igen, távlati cél ugyanaz, hogy a soroksári napokat, ami pont emiatt a beruházás miatt most a Hősök terén fog lebonyolódni, de gyakorlatilag ugyanúgy a Majál és a soroksári napok és bármilyen más rendezvényt itt meg lehet majd tartani. Ami nagyon lényeges, hogy a futópályát valamilyen szinten védeni kell, pontosan ezért a futópálya és a központi rész között, ahol valaha működött az nagy focipálya, úgy neveztük mi, oda egy sövényt fogunk ültetni, annak érdekében, hogy úgy az öntözőrendszer, mint a futópálya ne sérüljön. De hát ezt szerintem mindenki érteni fogja akkor, amikor egy-egy ilyen rendezvényt tartunk, hogy akkor mindenkinek érdeke, hogy vigyázzon a megvalósult beruházásainkra. Ma ugyanazon a napon van a közösségi kertek éjszakája és a szomszédok ünnepe is, és itt állunk egy telken, ami tavaly óta egy kicsit másféle helyet foglal el talán itt a környéken, mint az előtt. Itt ezen a telken kezdődött talán minden, ami miatt itt állunk. Elmondaná, hogy hogyan is kezdődött ez az egész? Igen, tavaly kezdődött ez a közösségi kert, ami itt hát igazából bárki jöhet ide, aki a lakótelepen lakik, vagy akár nem is itt lakik, de szeretne egy kicsit kertészkedni itt a panel rengetegbe. Ugye meg szeretném mondjuk ismertetni a gyerekével, hogy mondjuk nem csak a boltba lehet megkapni a paradicsomot, hanem annak van szára, vagy a répát a földből húzzuk ki, nem pedig csak a hipermarketbe. Mindenkinek nyitott, ugye? Igen, persze, bárki jöhet, aki szeretne, annyi, hogy egy szerződést alá kell írni, hogy ő ezt vállalja, mert ez egy kulcsos dolog, tehát akárki nem jöhet ide be, csak akinek van szerződése, és szeretné itt egy ágyást magának, hogy kertészkedjen, akkor kap ő egy kulcsot, nyilván valami kicsi anyagi vonzata van havi díj keretében, 1000 forint igazából. Tehát oképpen azok, akik ugye nem kertesházban laknak, viszont szeretnek kertészkedni, van mondjuk arra, hogy ebből a kertből egy szeletet kibéreljenek, igen, ugye? Igen, tökéletesen mondja. Így van, és akkor ott aztán azt csinál, amit akar, bármit lehet. Hát nyilván a
normális keretek közt. Lehet locsolni, tehát erre is van lehetőség, hogy locsoljon, amikor ki tud jönni, akkor jön. Nem, nincs ahhoz kötve, hogy most be van zárva a kapu 8 órától 8-ig, hanem bármikor jön, hogyha ő hajnalba ér rá, vagy éppen este, akkor is tud jönni. Igazából vannak szerszámaink, hogyha nincs, akkor azt nyilván megvesszük, de közösen használunk minden, tehát itt minden közös, kivéve az ágyás, amiben termeszt, de bármit lehet csinálni, tehát lehet virágokat is termeszteni, hogyha valaki azt akar, lehet borsót futtatni, paradicsomot ültetni, tehát bármit tényleg. És akkor pont egy olyan személlyel állok szemben, aki szintén itt kertészkedik, igaz? Így van, így van. És ugye a panelban lakik az ember, nyilván vágyik a kertesházba. Jelenleg mik azok, amik itt teremnek? Nagyon sok minden. A paradicsom szerintem minden ágyásban megtalálható. Az egy olyan dolog, ami azt szerintem minden háztartásban kell, és amúgy megvennék. Az van, de paradicsom, paprika, ugye borsó, uborka, retek, karaláb, fűszernövények, az van viszont kimondottan, hogy ne a mi ágyásunkba foglalja mondjuk a helyet, hanem csináltunk egy saját közös fűszerkertet, ahol mindenki, hogy tehát aki akart, tett bele fűszert, aki nem tudott, nem, vagy hozott valahonnan, de azt bárki vehet, mert ugye abból minimális kell, tehát az bárki vehet belőle, azért is közös, hogy azért úgy nincs plusz dolog érte. Itt különböző rendezvények is vannak, például fűszernövényekből hallottunk, itt volt egy előadás. Ez is van, meg milyen más rendezvények lesznek még ma? Ma itt a kertek éjszakája miatt vagyunk ugye itt, ezért ma csak egy hát kicsit szeletet kapott ebbe az ünnepségbe most a kertünk, a Dorottya kert, ugye így nevezik, hogy bemutassuk, hogy mégis van ez, van erre lehetőség, hogy még mindig nyugodtan bárki jöhet és csinálhatja, mert terület az van, amint majd ezt lehet látni. És igazából ennyi, itt szoktunk összegyűlni. Olyan ünnepségek vannak, hogy itt van egy kemencénk, amit csináltunk, hogy amikor így összegyűlünk többen, mint 4-5 család akár, és valamit teszünk a közérdekében, a kertünk érdekében, hogy szebb legyen, vagy gazolunk, vagy pakolunk valamit, akkor itt megsütjük az ebédünket, vagy épp a vacsoránkat, itt sütjük a pizzát, a kenyérlángost, vagy itt megfőzzük a pörköltünket, tehát ez egy tök jó buli szokott lenni. Tehát mondhatjuk azt, hogy van egy olyan fajta veszélye is egy ilyen bérleti jognak, hogy az ember többet van itt, mint otthon? Teljesen. Igen, az én férjem az rendszeresen panaszkodik rám, hogy miért vagyok én mindig itt, hogy otthon is lenne dolgom, ebbe teljesen igaza van, de hát ha már van ez a kert, akkor miért nem is, hát két gyerekünk van, meg egy kiskutyánk, tehát ez szuper lehetőség, hogy ne a panelba legyünk állandóan, hanem azért csak a szabadban érezzük az eső vizét is sokszor, és hát hogy lássák a gyerekeim is, hogy ne csak a tévét bemújják, és a laptopot, és a ami a mai világban a gyerekek ugye csinálnak, tehát ez egy teljesen más, egy kicsit így visszamegyünk szerintem az időbe is, nekem ez nagyon tetszik, hogy ez lehet. És ez a szomszédünnep, ez egész pontosan mi lesz? Ez pedig a gyerekeknek leginkább, ugye azért is a nagyjátszótéren került megrendezésre, mert a gyerekeknek programokkal tele, de a felnőtteknek is lesz ilyen szlájmolás, amikor a szappant így be öltöztetik igazából ilyen raffiával, és akkor ilyen mosolygós arcot lehet, vagy épp hát az emberi ötletek, tehát amit gondol, virágot is lehet, bármit, és akkor ezt így ajándéknak, és ezzel mosakszik az ember. De ez majd ott lesz kint, aki ezzel foglalkozik, tehát ő csak egy kertszomszédom, aki csinálja, és hát így nagyon megbabonázott vele, hogy én is ki szeretném ezt majd próbálni. Hivatalosan ez az 5. szülinapja a szomszéd ünnepnek, amit nem tudom, nem minden évben itt tartottak, de itt most idén a játszótéren. Idén milyen rendezvények vannak, és egyáltalán az ötlet maga honnan jött és kié? Az ötlet, amit a szomszéd ünnep ötlete, az nekem Pécsről jött, amikor 2010-ben Pécset volt a Európa Kulturális Fővárosa, ott csináltak először szomszéd ünnepet, és azt gondolom, vagy amikor láttam, akkor azt gondoltam, hogy ez egy nagyon klassz kezdeményezés, és így lakótelepen élőknek ez nagyon érdekes lehet, hogy van alkalom legalább, hogy megismerkedjenek egymással, kicsit beszélgetnek, esetleg játszanak, gyerekeknek programokat csinálnak, úgyhogy elkezdtük ezt 2011-ben. És idén ugye már nem az 5., de ez az 5., a Jó Szomszédok Egyesületnek idén van az 5. születésnapja, és akkor így az 5. szülinapi szomszéd ünnepet rendezzük meg most. Az ötlet megszületése után hogyan fogadták a szomszédok az ötletet?
Én azt látom, hogy örülnek az itt lakók annak, hogy rendezünk évente egy-egy ilyen eseményt. Általában a játszótéren itt szokott lenni. Volt egy alkalom, amikor az óvodának a falát segítettük meg kifesteni, úgyhogy akkor ott volt az esemény, de általában ezen a nagy játszótéren szokott lenni. Eleve vannak ugye játékszerek a gyerekeknek, de mi is szoktunk programot szervezni. Ugye idén azt szeretnénk egy kicsit reklámozni, hogy tavaly óta van egy közösségi kertünk, ez a Dorottya kert, ami egész közel van a lakótelephez, és most megpróbálunk olyan versenyszámokat, illetve olyan játékokat kitalálni, hogy egy picit kapcsolódik a kerthez, illetve ott mögöttem lehet látni, hogy hoztunk a kertből mindenféle finom fűszernövényeket, egy kis kóstolót, pici koktélparadicsomokból, úgyhogy ezt megpróbáljuk ezt a kettőt így összekötni, meg gyerekjátékokat természetesen, mert a gyerekek, hogyha jól érzik magukat, és akkor lehozzák a gyerekeket a szülők, akkor ők is ide egy picit beszélgetnek, ismerkednek velünk is, magával a jó szomszédokkal is. Ugye 5 éve alakult az egyesület hivatalosan. Megpróbálunk olyan programokat szervezni itt a lakótelepen élőknek, aki még egy kicsit így összehozza az itt élőket. Adventkor is szoktunk gyertyagyújtást rendezni, ugye általában nyáron van a szomszédünnep, most már idén harmadik alkalommal lesz egy nagyon kedves testvérpár kezdeményezésre, amit aztán utána mi is nagyon lelkesen támogattunk. Halloween, ahol tököt faragnak az itt lakók, meg mindenféle jópofa játékok vannak, úgyhogy megpróbálunk olyan játékokat, meg olyan programokat szervezni, ami így egy kicsit összehozza az embereket. Mondhatjuk azt, hogy az elmúlt hivatalos 5 év alatt folyamatosan nő azoknak a száma, akik itt részt vesznek a különböző rendezvényeken? Én reménykedem benne, hogy így van, de így a létszám, illetve a résztvevők száma is azt bizonyítja, hogy igen. Ugye elhangzott, meg hát játszótéren vagyunk, tehát a gyerekek bőven találnak maguknak elfoglaltságot, de idén van olyasmi is, amit a felnőttek is csinálhatnak. Mi az? Igen, a jó szomszédok között az egyik hölgy nagyon lelkesen. Mi is általában, mi mint jó szomszédok is nagyon igyekszünk az ilyen fenntartható dolgok, kicsit természetközeli. Ugye azért is örülünk, hogy sikerült nagyon sok év után a kertet megcsinálnunk, de hogy például az egyik jó szomszédunk nagyon ügyes kézi dolgoknak az elkészítésében, és többek között most lehet szappant nemezelni, és vele együtt elmondja ennek a technikának, hogy hogy kell, milyen, mit lehet tudni erről a dologról, illetve hogy akinek van kedve, az oda mehet, és csinálhat ő is saját magának nemezelt szappant. Illetve még jönnek valami kellékek egy finn eredetű játékhoz, mi is ez egész pontosan? Igen, a Klárió szomszédunk, ő a kertnek is nagyon lelkes tagja, és kitalálta, hogy olyan programokat, illetve olyan játékokat fog most ide szervezni a szomszédünnepre, amik egy kicsit a felnőtteknek is érdekes lehet, kapcsolódik a kerthez, és többek között csak gumi csizma hajítás is lesz többek között a programok között. De ez most még idén tesztelés alatt van. Tesztelés alatt van, reméljük, hogy tetszeni fog, mert mi nagyon lelkesek voltunk tőle, amikor próbajáték volt, úgyhogy reméljük, hogy a mostani élesben is nagyon jól fog működni ez a gumicsizma hajító verseny. Önök egy egyesület és elsődleges céljuk ugye a közösségépítés és közösségi rendezvények szervezése. Olyasmikkel is foglalkoznak, hogyha mondjuk valahol rossz szomszédság van, hogy ezen például dolgozni, vagy bármilyen más módon is a szomszédság minél jobb szomszédság kiépítésében is közreműködni? Hát mi azon vagyunk, igen, hogy inkább arra törekszünk, hogy jó szomszédság legyen, és ne az, hogy egy rossz szomszédságot kelljen javítanunk, de azért, ha esetleg ilyenbe, vagy ilyenről lenne szó, akkor igen. Mert nagyon érdekes az újtelepi oldalon, illetve az újtelepi csoportban nagyon aktív élet folyik, és nekem nagy öröm például, amikor kiderül, hogy például nagyon sok ember zavar a kutyapiszók, vagy a szelektív kuka mellett, illetve a ruhagyűjtő mellett a szétdobált szemét, vagy illetve nem oda illő dolgok, úgyhogy elég aktív élet folyik, én azt gondolom, így a lakótelepen. És szerencsére ilyenkor látszik, hogy amikor egy-egy program van, akkor így meg is mozdulnak az emberek, aminek nagyon örülünk. Tehát akkor tulajdonképpen ez ellentmond annak, hogy azt mondják, hogy manapság a közösségek valahogy úgy széjjelebb mentek, és mindenki inkább magányos, tehát úgy látszik, hogy mégiscsak van igény. Reménykedem benne, meg én azt gondolom, hogy fel kell az igényt is egy kicsit kelteni, tehát hogy igyekezni kell olyan programokat kitalálni, illetve tényleg folyamatosan valahogy a közösséggel tartani a kapcsolatot, hogy ez az igény meglegyen, illetve ha van, akkor megerősödjön is. Úgyhogy ez a fő célunk, igen, hogy egy kicsit, ha már egyszer egy közös lakótelepen lakunk, nagyon szép a környezet, azt gondolom, meg az egyik nagyon jól
jól felépített és nagyon emberbarát lakótelep, és nagyon kedves emberek laknak benne, úgyhogy én azt gondolom, hogy ez egy fontos dolog, hogy megpróbáljunk közösséget is építeni belőlük, vagy szóval egy kicsit megmozgatni, hogy álljunk szóba egymással, hogy akkor ha máskor nem, akkor évente egyszer legalább kicsit gyűjjünk össze, ismerkedjünk, beszélgessünk, játszunk egyet esetleg, tehát hogy érezzük jól magunkat, és törődjünk egymással. Szerintem ez egy nagyon fontos dolog. Illetve az, hogy esetleg a közösségnek fontosabb ügyek mellett erőteljesen kiállni, vagy tenni valamit? Igen. Igen, én azt gondolom, hogy igen, és ahogy így azt tapasztaljuk, hogy igen, hogy nagyon gyakran most már jobban aktivizálják az emberek magukat inkább a számítógép mögül, az sem rossz, de azt gondolom, hogy az ilyen személyes kapcsolatokat nem nagyon lehet, illetve nem kell, hogy felváltsák ezek a virtuális kapcsolatok, úgyhogy azért igyekszünk, hogyha vannak ilyen lehetőségek, akkor legalább így minél több embert megmozgatni, vagy egy picit sok emberthez elérni így személyesen is.